idézhetjük azt a Luther Márton által is hangoztatott gondolatot, miszerint aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. Ezekben a mondásokban természetesen benne van az, hogy a zene, az éneklés, az valahogy a természet felettihez közelít bennünket. Benne van az, hogy van az embernek egy olyan különleges tulajdonsága, amelyik minden más élőlénytől megkülönbözteti. Ezen utóbbi mondást én itt a Lendi templomban hallottam még annak idején egy szép adventi hangverseny alkalmával Esperes úrtól. Nem csak az a szép adventi hangverseny, a zeneiskola növendékeinek és tanárainak hangversenye, de számos más esemény is azt mutatja, hogy Lendi művészet szerető, a művészet egy becsülő kisváros, egyre élhetőbb és egyre emberi kisváros. A mai napnak azonban nem csak az a szerepe, hogy a kulturális repertoár, a kulturális kínálatot gazdagítsa itt Lendiben, hanem az is, hogy a nevelésnek egy nagyon fontos eseményéről, egy nagyon fontos vonatkozásáról szó tehetsünk. Elnézést kérek a gyerekektől, a fiataloktól, hogyha egy kicsit a pedagógiát közelítem, de ki kell mondjunk pár igazságot. Kodály országában sajnos egyre kevesebb energia és egyre kevesebb lehetőségünk arra, hogy a dalt, a kórus, az énekkari mozgalmat tényleg méltó helyre helyezzük. Az én és nálam idősebb generációk tudják, hogy az egykori táborokban mekkora figyelmet és teret kapott az éneklés. Jó, volt annak egy kicsit ilyen politikai vetülete is, de biztos, hogy többet és gyakrabban énekeltünk. És manapság azt is tudjuk, hogy az énekzenetanároknak, a kórusvezetőknek bizony-bizony meg kell küzdeniük a többi kollégával és sokszor az iskola vezetéssel is, és itt nem felróva ez problémának senki részére. Szóval meg kell küzdeni azért, hogy kellő figyelmet és kellő energiát és nem kevés óraszámot kapjon az énekkar, az éneklés